Kiderült, hogy magas a vérnyomásom, elmentem az orvoshoz, azt mondta, hát itt kell vérnyomás csökkentőt szedni, és akkor hogy dolgozza? Szóval nem olyan vészes azért, veszeded a tablettákat, és aztán majd kiűsz a hidegre, és akkor lemegy az. És akkor kitaláltam, hogy volt ott egy kő, ami mindig útban volt, és kimegyek, és azt fogom ütögetni negyed óráig, aztán egy fél órára bejövök. Egész télen kín voltam, be se jöttem csak valamit kajálni, olyan jó volt, olyan volt, mint gyerekkoromban. Eleinte úgy csináltam, hogy egyetlen kalapáccsal és egy darab kővel, ami a sima, ilyen ősember szinten. Egy ütés az körülbelül egy negyed körön piszok azon a kövön. De estére már ott lesz valami. Azt tapasztaltam, hogy nem úgy van, hogy így előre meggondolja az ember, és össze tudom rakni. Semmi ilyen nem volt, hogy na, proféta leszel, vagy fejbe váglak. Nem volt egy ilyen. Na, ütögettem, csiszolgattam. Valószínűleg az ember hangulata az benne van ebben. Akkor hol ilyen lesz, hol olyan lesz. És egyszer csak van olyan, hogy most ez olyan, hogy ezt így kéne hagyni, mert így baromi jó, és kész. Ez egy ilyen hajtóerő is. Az voltam, aki sok mindent csinált, de ilyet még nem. Az az érdekes története van, hogy ez dupla vastag volt, és kérdeztem a bányászokat, hogy elvihetném azt. Ja, hát ez egy nagyon drága kő. Mondom, de hát meg is van repedve. Meg azt mondja, hát, hogyha szétrepeszti, elviheti. De ha nem repeszti szét, akkor örgörög dinnyével jön most fönn a bányába. Hát nem hittem én se, hogy szétreped, de voltak nálam ilyen nagyon vékony kis vésők, éppen az élesítőből jöttem, és ezeket körbe, ahova lehetett, ott beleütögettem, és lementem dinnyéért, mert előre én sem gondoltam, hogy szétpattam. És főhoztam a dinnyét, még egyszer megütöttem körbe a követ, egy picit úgy mentek beljebb ezek a kis ékek, és akkor nagy nevetéssel fogták a kést is bele a dinnyébe, és abban a pillanatban szétpattant a kő egy nagy nyögéssel. Legközelebb, mikor jöttek Pestre, elhozták ezt a két követ is, és ebből faragtam ki a Partén Péter szobrot. Itt van ez a furcsaság, ez volt az eredetire. Repedés okozója. De aztán nekem olyan kedvem volt, hogy csinálok annak a kis falunak egy ilyen nagy bazalt szobra. De ők nem tudták. Megcsináltam itt, meg volt a zsűri. És kétségbe esett a falu, hogy micsoda disznóság ez, hogy ők nem tudják ezt kifizetni. Én mondtam, nem kértem érte semmit. És a végén még fő voltak háborodva, de aztán lassan lenyelték, hogy ez ilyen kétoldali szobor, ilyen nagyban, bazalt szobor, az nagyon ritkaság, és óriási ára lett volna. Aztán kitalálták, hogy azért adom nekik ezt a szobrot, mert nem nézik ki belőlem, hogy ezt én faragtam ki, hanem valahonnan lophattam, és azért teszem ide, hogy ne kapjanak el. Igen. Szóval az ember nagyon lelkes, és nagyon ilyen adakozó, akkor gyanús lesz, és lenézik. Volt egy ilyen katonai pályázat a Bolyai János laktanyának a területén, és megnyertem ezt a pályázatot, megcsináltam ezt a szobrot, és miután kész lett, akkor közben kiderült, hogy mégse célszerű, hogy egy laktanyába feszület legyen, illetve feszület még lehetett volna, de hogy korpusszal együtt. Az merülhetett föl, hogy a laktanyában ne legyen feszület, mert sok olyan katona is van, akinek esetleg más vallása van. És aztán így itt maradt, kifizették az árát, és kész. Én festőként végeztem a Bernát
ahol élnám. És az a furcsa, hogy még a munkácsidőját úgy kaptam, hogy festőművész. És a érdemes művész kitüntetés meg úgy kaptam, mint szobrászművész. Valójában én mind a kettőt egyformán csináltam a világ életemben, csak egy időben nem volt senki kíváncsi erre, meg senki arra, és én magam sem. De szobrokat mindig csináltam, gyerekkoromban inkább azt csináltam, van 10 éves koromban. Az az első szobor, ezt bicskával faragtam még gimnáziumban. Úgy próbáltam ütögetni meg mindennel, és akkor az egyik bicskával lehet, észrevettem, hogy jön le. És akkor már bennem volt ez, hogy engem nem zavar, ha nem lesz kész. Ott ülök, szívesen ülök ott, szívesen nézem ezt a követ, szívesen nézem a bicskámat, és utána el vagyok vele. És egy idő után már olyan volt, mint a szeme lenne, aztán még jobban. Ja, hát akkor megcsinálom a másikat is, és így. Gyerekkoromban sokat voltam Menhelyben, meg a háború után ilyen nemzeti segéllyel, nagyon szegény paraszt családokhoz, megőrzésre, meg ilyen gondozásra, hogy kikerültem. Akkor a templomnak óriási szerepe volt. Annak a melegségnek a készülés, a misére, az udvar fölseprése, fölteszik a levest, a bocit megszoptatják. Teheneket megtisztítják, a lovakat, istállót, minden, és akkor elmennek a templomba, ami egy az akkori lakáshoz, akkori épülethez, akkori gyerekhez képest hatalmas élmény volt. Úgyhogy abszolút lelkes hívő voltam gyerekkoromban, és imádtam a templomot és annak a környékét, és az egervári templomban szép szobrok is voltak meg képek. Szerettem volna szerzetes lenni akkor. Nagyon klassz tanárunk volt, és ő mesélt a reformációról, Luther Mártorról, hogy a 95 pontot kiszögelte a templom falára, vagy a kapujára, és ezt úgy képzeltem, hogy egy kis kápolna a falu végén, amivel odament egy kemény legény, aki tisztelendő volt, kiszögelte, karba tett kézzel. Kiállt mellé, és nézte a néped, hogy mit szólnak hozzá. De és ez így el is múlt szép lassan, még nem egyszer kaptam egy Lukasz Granach könyvet, egy csodálatos műtárgyak vannak benne, és nagyon jó Luther képek. És hát ez újra fölkeltette bennem ezt az érdeklődést, és akkor már olvastam is Lutherról, és megdöbbentett ez a hihetetlen sors, amint keresztül ment. És az a nagy küzdelem, amit a szerzetességen keresztül, a gyermekkoron keresztül, az üldöztetésen keresztül, a kiátkozáson, és minden, tulajdonképpen egész élete egy hajszás rémes dolog volt, amihez hihetetlen kemény embert képzeltem el. Kemény, szigorú embert, aki szembeszállt a félvilággal tulajdonképpen, az akkori félvilággal. Csináltam egy domborművet, ez a domborművet hirtelen jól sikerült, ez be van építve a Fasori gimnáziumnak a belső átereszét, fölét, és utána próbáltam még csinálni, és nem sikerült egyik se. Na most, mikor megkért arra a Budafok, hogy a hónap műtárgyaképpen adjak be egy művet, csináltam egy Kodály fejet, és ez nagyon gyorsan sikerült. És amikor a Kodály szobrot beadtam és kiállítottuk, hazajöttem, azonnal nekiálltam egy Luther fejnek, na mondom, most már csak sikerül. És ez hirtelen jött, és a fej kész lett. Na de a családomnak nem tetszett, mert a többi itt lévő szoborhoz képest nagyon nagy volt. És elkezdtek utálkozni, hogy miért ilyen nagy egy fej, miért. És akkor csináltam egy kis mellrész neki, hogy hát akkor az arány rendbe hozza a kedvüket, de nem, akkor is, és akkor még egy kicsit, akkor a karjait is megcsináltam, és egyre nagyobb lett. De akkor sem tetszett neki, végén aztán kitaláltuk, fölemeltük, tettünk alá anyagot, és megcsináltam ilyenre, amilyen most már nagyon tetszik neki. Akármelyik ember, akivel találkozom, az, amit mond, én azt figyelembe veszem. Például valaki bejön, és azt mondja, hogy ez nem jó, és leírja, hogy mi,
akkor azon jó megsértődöm, de azért tudom, hogy akkor ad az ember ilyen tippeket arra, hogy miért nem jó, mikor abban valami biztos nem jó. És akkor én előveszem és nézegettem, mi lehetett az. De azt nekem meg kell keresni, hogy elragadja, az egy műtárgynak alapvető kritériuma, nem? Az olyan, mint hogy az égi beszélsz, ha nem ragad el, akkor nem ér, csak dörög az ég. Szóval van az emberiségben egy olyan hiedelem, hogy mennél nagyobb, mennél szebb, annál erősebb, annál okosabb, meg nem tudom én. A lélek az nincs ilyen kapcsolatban, én szerintem soha nem is gondoltam ezt, és ez föl sem merült nálam, hogy az alak mind olyan, az számítana. Szóval meg lehet csinálni egy szobrot úgy, hogy az megrázó legyen, és hatalmas erőt sugalljon akkor is, hogyha az nyomorék, akkor is meg lehet csinálni. Az a szellemi erő, ami a műtárgyhoz kell, meg ahhoz megragadja az emberek gondolatát, ahhoz egy Michelangelo-i erő kéne. Most ha az ember nem is Michelangelo, hanem egy kis szerencsétlen kis szobrász egy város szélén, akkor is erre kell törekedni. Meg egy vallásos embernek is erre kell törekedni, hogy az a lelki erőt, az valahogy egy kicsit lobogjon, vagy ne aludjon ki.